Ilyen az, amikor értelmet nyer a szártalan kankalin. Nálunk otthon az udvarunk tele van azzal a kis apró sárga, mi zsibavirágnak mondjuk. És pont ugyanilyen neki a virága. Ugyanaz a sárga, ez nem tudom, most így kijelzőn pirosabbnak tűnik, de ez citromsárga teljesen. És jól látható, hogy kb. 20 centis szára van ennek. 23 centi az araszon, akkor ez pont 20 centi magas. És ilyet még nem láttam, szóval egy értelmet nyer, hogy miért van szártalan kankalin. Ez akkor, ami nem száras kankalin. Vagy nem szártalan, nem száras. Itt vagyok Németországban amúgy. Markt Oberdorf közelébe. Ez a német-osztrák svájci vagy lichtensteini hármas határ közelébe van. Szinte Memmingen előtt még. Alatt. Aztán kint nálok a kamionparkolóba és bejöttem egyet sétálni az erdőbe. Meg szoktam nézni, hogy milyen más növények vannak. És itt például tele van áfonyával az erdő. Hát ugye nem terem, és termő áfonyában még sose bukkantam. Erdélyben, amikor voltunk, akkor augusztusban kezdett elérni. Talán akkor ezek a kis pici bigyók. Ezek áfonyák. Csak a vadak lelegelik, meg megeszik, mire én megtalálom. Itt mondjuk most nem olyan látványos, de ilyen sűrűn. Ez mindaz. És itt vannak is kerítések az erdőbe, és körben van drótkerítéssel húzva egy kis darab, és oda vannak valami különlegesebb fenyőfák ültetve. Meg áfonya is, hogy ne egyék le a vadak. Ez egy gyönyörű szép fenyves különben. Csend és nyugalomban sirépelnek a madarak, kicsit ide hallatszik a pálya, vagyis nem pálya van itt, hanem B12, vagy melyikkel jövök. Na visszamegyek. Sétáltam egy adagot. Ott bújik a kamion a fenyőfák mögött, és itt találtam, ahol fehér autó van, egy kapu a kerítésen. Itt van egy híd is, egy lovas híd, beton híddel, tele van lószarral itt minden. És akkor erre eljöttem. És ide, ebbe az erdőbe. Itt voltam az előbb. Ott van a drágaság, ott bújik a sor elején. Itt pedig az erdő. Ilyen helyen szeretek megállni, ahol el lehet menni sétálni. Itt vagyok Düsseldorf mellett Neuss-ba. Úgy van írva, hogy Neuss. És lejöttem a Rajna partra sétálni egyet, vagyis hát biciklizni, de közben sétálok is. Nem olyan könnyű a dolog, mert eső volt tegnap, és anélkül is meg van áradva a Rajna, kint van az ártéren. Aztán itt a rét is jó sáros volt, amire jöttem, úgyhogy félig toltam, de odáig utol jöttem. Ez egy 3 kilométerre parkolok, ipari területen, kikötőbe. Aztán tegnap nem tudtam lejönni, de ma kisütött a nap, és 6 fok van. Igaz, hogy hidegemnek érezni, úgyhogy rajtam van minden kabát, munkás, otthoni minden. Sokan sétáltatnak itt kutyákat, ez meg egy régi bástya, vagy híd pillér. Eléggé romos szegény. Vasúti felüljáró is, vagyis híd. És a bringámmal jöttem el. Gyalog lehet nem vágtam volna most neki, mert bármikor megeredhet az első biciklivel, mégis hamarabb visszaérek. Azt várok egy kicsit, nézem a tuszályokat. Vasárnap van. Tegnap délután értem ide, 2-kor. Hétfő reggeli lerakó.